Sziasztok, üdvözlök minden hallgatót, ismét az Orange Rádió 94.0-nak a stúdiójába jelentkezek, ahol itt van velem szemben Tóth Ádám, és online jelentkezett hozzánk Fóti Tamás. Sziasztok, szép estét kívánok nektek! Sziasztok! Sziasztok! Terv szerint többen ültünk volna itt, de pár műsorvezető társunk nem tudott velünk tartani, személyes dolgok, cikket kellett írni pont az orosz-ukrán témában. Titeket felkértem, mert Tamással dolgoztam már együtt, Ádám, te szerepeltél nálam. Tamás, te vagy az idősebb, foglalad a szóval nézőknek, aki mondjuk nem ismeri a te munkásságodat, hogy mennyire foglalkozol közélettel, politikával? Én területem elsősorban az Európai Unió és a NATO, bár az utóbbi időben a NATO szerepe némileg csökkent, inkább az euróra koncentráltam. Hosszú évek ígértem Brüsszelben, és innen ez az elköteleződés az Európai Unió irányába. Bécsben a jelen lapot tudósítom, elsősorban osztrák és mondjuk német nyelvterületről, és hát az Európai Uniónak azokról a politikáiról, azokról a kezdeményezésekről, tudósítok, amiket nem szélhámosság, nem Brüsszelből káverolni, ezek inkább az összefüggések nyilván az európai politikák, amikről szívesen beszélek. Köszönöm szépen. És Ádám, neked volt egy podcasted, blogot is írtál, hogy foglald össze kérlek, hogy így a közélettel mennyire foglalkozol. Az elmúlt években kicsit kevésbé, korábban Bécsben, akár ilyen civil téren valamennyire aktív voltam. Volt saját csoportunk, kreatív ellenállás Wien néven ment. Ez egy pár év egy kicsit abba maradt. Viszont mindig is érdekelt a közélet, a szociológus végzettségem is van, amit nem használok, ez ellenben informatikus vagyok. A történelem az mindig is érdekelt, tehát ez az érdeklődésem mindig megvolt vágjunk is a közepébe. Engem csütörtökön a feleségem ébresztett fel, hogy az oroszok megtámadták Ukrajnát. Én mondom, ne, ez még álmodok, vagy mi van, meg nem történhet, meg ugyan már ez nem, 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 nem. És akkor, amikor magamhoz tértem, én is kinyitottam a híradásokat, és te megtámadták, és, és, nem, hisz, nem hittem el, hogy most ez tényleg megtörténik. Hogy nektek, hogy volt ez, hogy éltétek meg ezt a, csütörtök délelőttet? Tamás, te mire emlékszel így vissza? Azonnal láttam én is a híreket, amint fölébredtem, és sokkolt. De elsősorban sokkolt, mert nem várta senki sem. Tehát a karcsörtetés az hetek óta jelen volt, én blöffnek tekintettem, hát alaposan felsültem, a ebben nem voltam egyedül. A 21. században háborút indítani egészen elképzelhetetlen, már ugye vannak követelések, hogy Putyint háborús bűnök elkövetésével a hágai nemzetközi bíróság elé kell állítani. Messze menően egyetértek ezzel. Áld Ádám, hogy hogy talált meg ez az esemény? Engem is hasonló kép, tehát sajnos pont az ágy mellett van a telefonom, és ilyen viszonylag hajnal keltem, így felvettem a telefont, és az Fan német igével ritkán találkoztam, legutoljára a második világháború környékén, és így nem értettem, hogy ez most milyen kapcsolódásban van Oroszországgal, de gyorsan kiderült, hogy mi történt, és nem hittem el. Tehát én is pont a saját feleségemnek, én is egy két nap alá ezelőtt magyaráztam meg, hogy a racionális érvek alapján egy ilyen akción csak veszíteni lehet, ehhez képest ez mégis megtörtént, és hát ugye most azt hiszem, hogy a hatodik napja van, ahogy most éppen beszélünk róla, tehát azért ez most már tart egy ideje, és tartani is fog. Az, hogy most pár napja ebben vagyunk, az egy dolog, de hát ugye ennek olyan tovább gyűrűző és további hatásai vannak, amelyek azt hiszem, hogy évekig még velünk lesznek. Ezért is örültem, hogy, hogy volt ilyen lehetőség, és akkor igyekeztem is eljönni. Én pont ma beszéltem egy ismerősömmel, és, és ő azt revesgette, neki vannak Oroszországban ismerettségei, hogy hát ha négy-öt nap múlva a Ukrajna kapitulál, tehát emlém, olyan sok nem fog ez elhúzódni, de még ahhoz a kérdéskörhöz még ne érjünk el, Páződarabok. darabok. Azért elég sok minden történt a Krim félsziget bekebelezése, lerohanása. Ti a pázöld darabokat így mennyire követtétek az elmúlt években? Putyinnak a lépései gondolkodása, az ő érvei. Így mennyire követtétek az orosz politikát? Tamás, te mennyire voltál így képben az elmúlt években? Tehát az teljesen egyértelmű, hogy Putyin hatalmi politikát folytat, amikor 2014-ben a krimfél elcsatolta Ukrajnától, ezzel indította meg tulajdonképpen azt a pária állapotát, amivel a nyugat válaszolt, azóta ugye nem hívják a g 7 találkozóira, tulajdonképpen kizárta magát a nyugati világból, és az az érdekes, hogy Azért a nemzetközi politikában erre van példa. Elég Afganisztánra gondolni, Líbiára, Irakra, ahol a feldarabolásnak az elmúlt években számos példáját láttuk annak, hogy törzsi viszonyok hogyan helyezkedtek el. Hát ő valami ilyesmit képzelt el Ukrajnával, ugye azt tudjuk, hogy saját eszéjéből, hogy, hogy Ukrajna nem létezik, ez egy orosz fennhatóságú, ország volt, tulajdonképpen elvette Ukrajna történetét, történelmétől fosztotta meg. Ez a feldarabolás, ez, ez ugye a Krím után azzal folytatódott, hogy Luhanskban és, és Donyázkban ugye két köztársaságot kikiáltottak, amit egyedül Oroszország olyan napokban ismert el. Tehát ez a földarabolás politikája jól látható, még az is kérdéses, ugye, hogy, hogy mennyire tekinthető életképesnek ez a két köztársaság. Azt látjuk, hogy ezek között ugye volt egy koridor, tehát nem összefüggő területekről beszélünk. Putyint nyilván ez sarkalta arra, hogy közbeavatkozzon, és a korábbi szabadcsapatok zsoldosok beküldésével nem érte el azt, amit akart. Hát most ez a drámai lépést következett, aminek hát most tanúi vagyunk. Ádám, hát te mennyire tudtad, kartat követni az oroszországi célkitűzéseket? Tehát érdekelt ez a rész. Én is, mint ahogy sokan mások, azt hiszem, hogy erősen tévedtem, amikor például teszem azt a putyini oroszország, vagy a putyini hadvezetés egyáltalán az orosz stratégia felmérését próbáltam becsülni. Messze menőkig tévedtem. Azt hiszem, hogy most már egészen másképp látom ezt, vagy, vagy másképp tudom felmérni, hogy, hogy ők miben gondolkodhatnak, vagy gondolkodhattak még február 22 i előtt. Nem akarom egyébként elterelni a beszélgetést túl messzire, viszont a krim kapcsán azt hiszem, hogy van egy-két ilyen nagyon egyszerű történelmi tény, amit lehet, hogy nem annyira ismert mindenkinek, és ezt nagyon röviden szeretném összefoglalni. Jelenleg csak a 20.-21. századra koncentrálni. Tehát a, a kríma az 1700-as évek vége óta a cári Oroszország fennhatósága alatt állt. Ekkora egyébként az oszmán-török birodalomtól szerezték el, vagy vették el. Középkortól a krími tatárok éltek ezen a területen, és az egészen így, így történt a Második világháború után, amikor már bőven Szovjetuniót írunk. Egyáltalán a szovjet-orosz átalakulásnál a krím egy önálló terület, nem is része se Ukrajnának, se Oroszországnak, se ezeknek a, a kialakuló szovjet tagköztársaságoknak, nem egy önálló szervezeti egység. Még mindig krími tatárok lakják, viszont a Második világháború után Stálin pár évvel a második világháború után járunk, a teljes krimi tatár közösséget kitelepíti, deportálja a szigetről, valóban nem tudom, belső Ázsiába, tehát valami üzbék, kazakt, vagy milyen területre, ezt nem tudom pontosan, ennek utána kéne nézni, de ugye Stalin nem csak a, a krimi teleportálta ide-oda a, a szovjetunió belül, és ekkor került át az oroszokhoz, hogy ekkor lett igazából orosz népesség a számottevő a félszigeten, viszont nem sokkal később, Stalin halála után, ami az 50-es évek elejét, tehát 52-53-at írunk, 54-ben Khrushchev, aki ugye a követi, mint főtitkár, Khrushchev, akinek én úgy tudom, hogy ukrán édesanyja és orosz édesapja van, tehát ő valamilyen keverék. Ő az egyik ilyen a szovjet kommunista párti nagygyűlésen Ukrajnához csatoltatja ezt a területet, és azóta Ukrajnához tartozik, hogy az ukrán a szovjet tagköztársasághoz tartozott a terület. Egészen addig, ameddig Putyin ebben a rendezetlen 2014-es évben hirtelen meg nem jelenik ott csapatokkal, és le nem foglalja ezt a területet. Hát ugye a mai népesség alapján egyébként tényleg a Krimben ilyen 70-80 a lakosoknak orosz, meg orosz anyanyelvű, tehát nyilván ez a népszavazás, ez még akkor is, hogyha eltúzott valamelyest az eredmény, amit tartottak, ami nem tudom, 90 százalék lett, hogy mennyi orosz van ott, de valamelyest azért mutatja a valóságot. Tehát itt azért tényleg a népesség 78% az orosz és orosz anyanyelvű, és hát ugye azóta orosz kézen van, bár ezt a nemzetközi közösség nem ismeri el. Nyilvánvaló igen, hogy a nemzetközi közösség nem ismeri el, tehát attól, hogy 80 százalék valóban köbe ennyi lehet szerintem is az orosz ajkú lakosság. A nemzetközi politika nem így működik, hogy egyik nap fölkelek, és akkor azt mondom, hogy, hogy nagyon elég volt, és és akkor elcsatolok egy területet. Azt kell mondjam egyébként, ugye 2014 óta nagyon komoly szankciók voltak érvényben Oroszország ellen, de ezek a szankciók többnyire csak személyeket érintett, és ezért nem is nagyon érezte meg Oroszország, eltekintve attól persze, hogy akiket érintett, azoknak befogyasztották a nyugati számláit, vagyonához nem tudott hozzájutni. Voltak bizonyos kereskedelmi korlátozások, befektetések, stratégiai ágazatokban nem lehetett hozzányúlni, de ezek inkább kozmetika, tehát a mostani szankciók, amik majd nyilván beszélünk szankciókhoz képest, ezek nagyon enyhe intézkedések voltak. Ezeket mindig fél évre fogadták el, fél éveként hosszabbították meg, és ebben az Európai Unió azt lehet mondani, hogy egységes volt, két-három ország időnként jelezte, hogy nem teljesen ért vele egyet, természetesen Magyarország volt ebben a, az élen, a szlovákok is félgőzzel mentek ebbe bele, de, de senki nem vétozta meg. Tehát ez, ez volt a realitás, hogy a krim anektálást elutasítjuk, az más kérdés, hogy nagyon félve mondom, és nagyon óvatosan, de tulajdonképpen itt a státuszkvon nem nagyon lehet változtatni. Lehetséges, hogy a putyini kártyákban az elmúlt hetekben ennek jelentősége volt. El tudom képzelni, hogy azokat a kétoldali tárgyalásait, amit Macron elnökkel folytatott, Bidennel a telefonbeszélgetései, ezekben valószínűleg mind elhangzott a krím elcsatolásának a szentesítése, amire láthatólag a nyugat nem vevő, nem megy bele. Putyin, mint vezető, mint diktátor, nem lehet megkerülni a szemét ebben a esetben is, te felhoztad a hadvezetés szót. Ti mit gondoltok az ő karakteréről? Tehát ő egy ilyen kis királynak gondolja magát, és, és tényleg, hogy visszaállítani a nagy Szovjetuniót, ez a szent küldetés van előtte, mondhatni bármilyen áron. Hogy látjátok a, persze nem vagytok puszipajtások vele, tehát egyértelmű, de így a, a, nyilatkozatait, az írásait, ez alapján milyen karaktert gondolnátok? Bevallom, én nem olvastam ezt a legutolsó hosszú eszét, csak a úgymond összevont változatát, de ez alapján azt kell mondjam, hogy, hogy egy kicsit homályos, és nem annyira tiszta számomra, hogy, hogy pontosan mit is akar abban sem vagyok biztos, hogy Putyin számára végig mindig ugyanaz a cél lebegette a szemet előtt. Ezt, amit most általában a nyugati diplomatáktól, vagy, vagy akár riporterektől lehet hallani, hogy a Szovjetunió újrafelélesztésén munkálkodik, de ez csak személyes véleményem, én ezt én nem teljesen így látom. Inkább úgy gondolom, hogy, hogy van benne valamilyen szintű késztetés, hogy, hogy egy történelmen átívelő, és a különböző nagyon eltérő az orosz-szovjet fejlődéseket, nagyon eltérő történelmi korszakai próbálja valamilyen szinten összehangolni. Ugye van három keleti szláv nép, a fehér orosz, az orosz és az ukrán, és ezt szeretné nagyon egyértelműen moszkvai és orosz irányítás alatt egyesíteni. Hogy ez mennyiben egy, egy reális célkitűzés, hogy egyáltalán elérhető-e, hát azt hiszem, hogy erről Ukrajnában nagyon másképp gondolkodnak az emberek. Én azt hiszem, hogy érdemes egy kicsit visszanézni a, a közelmúlt, a Putyin előtti évek az ismert az volt, hogy a történelemnek vége, innentől kezdve a nyugati liberális rend került hatalomra, ezentúl csak demokratikus országok lesznek, lehet az építkezésen, az összefogáson munkálkodni. Na most ugye ott volt a vége lesz a fegyverkezési versenynek, Oroszországgal meg fognak állapodni, mint ahogy meg is állapodtak a fegyverzet csökkentő tárgyalásokon. A realitás az volt, hogy Oroszország tulajdonképpen két vára fektetve hevert, jelcinelnök, láttuk azokat a mai napig, fölelhetők a meglehetősen pityókás képek, felvételekről a videók, aki hát tulajdonképpen orosz szemszögből nézve, hangsúlyozom, tehát nem a nyugat részéről, kiárusította Oroszországot. Az amerikai elnöke Clintonnal elért megállapodásokban lépésről lépésre, tért el attól az Oroszországtól, amelyet addig rettegéssel fogadott a hatalomból nagyhatalomból kishatalom lett. Ebben a meglehetősen kaotikus helyzetben került hatalomra Putyin, aki kétségtelenül erőskező vezetőként fölélesztette ezeket a nagyhatalmi törekvéseket, hozzálátott egy ilyen-olyan, de mégiscsak egy modernizációs folyamat indult meg, és ebben a nyugat abszolút partner volt. Tehát említettem, hogy 2014 csak a Krim hozott ebben nagy változást, a nyugat tulajdonképpen lenyelte a korábbi konfliktusokat, ugye Grúziával, a véres hadviselést, Csecsenföldön, ezeket valahogy behunyták a szemüket. Partnernek tekintették, akivel az Európai Unió rendszeresen csúcs találkozókat tartott, fél évente Moszkvában, a másikat Brüsszelben, a G7-ek találkozói rendre ott feszített Putyin is, és hát úgy tűnt, hogy az említeteken kívül azért tulajdonképpen meg lehetett nyerni annak, hogy folytassa a demokratizációs folyamatot. Na most az volt a helyzet, ezt elég jól lehet látni, hogy amikor a olaj ára magas volt, akkor Putyin mindig igyekezett bekeményíteni. Amikor az olajára nagyon a padlón volt, akkor hirtelen megijedt, mert Oroszországnak a nyersanyagon kívül nincs nagyon más hatalmi eszköz a kezében. Én úgy látom, hogy ő az elmúlt években, és mondjuk ezt ugye a 2010-es évektől főleg radikalizálódott, a hatalmat azt nagyon erősen tartja a kezében, az oligarchákkal kiegyezett, tulajdonképpen arról lehet beszélni, hogy ki diktál, kinek az oligarchák tartják a magukban Putyint, vagy fordítva, azt hiszem, hogy inkább egy ilyen kölcsönös fölállásról lehet beszélni. A közelmúltig, mondom, ugye mindannyiunkat sokként ért ez a támadás Ukrajna ellen, én blöfnek tekintettem a támadás megindítása óta azt mondom, hogy aki ennyire elveszítette realitás érzékét, hogy mit lehet a XXI. században tenni, az elmebeteg. Köszönöm szépen, hogy azt így megfogalmaztad, és így rá is tudnék térni a szankciókra, mert folyamatosan jönnek az ilyen hírek, hogy cégektől kezdve bolykottál a forma egy, nem lépnek pályára sportolók, de itt van ez a karakter, és egy ilyen karakterrel szemben ezek a szankciók szerintem nem érnek el semmit. Nagyon szép gesztus államoktól, cégektől, sport, egyesületektől, bármitől, de ez szerintem nem célra vezető, és valamilyen szerintem Ukrajnának kell fehér zászlót és kapitulálnia. Ti hogy látjátok ezt a kérdéskört, Ádám? Ez egy nagyon jó kérdés. Az aláás előtti jegyzetekben felírtam magamnak egy olyan ábrát, hogy egyáltalán arról is mi téma beszélgetni, hogy kinek milyen eredmény lehet a legjobb, illetve a lehető legszerencsétlenebb, vagy legrosszabb a, a lennek, az egész konfliktusnak, tehát például ukránoknak, ukrajnának. Oroszországnak, illetve szerintem Magyarországról is érdemes egy kicsit beszélni ebből a szempontból. Egyáltalán ennek a fegyveres konfliktusnak milyen végkimenetele lehet? Ugye most a hatodik napjának a végén járunk. Az látszik, hogy az oroszok most kezdenek igazából bekeményíteni, tehát Harkovot most bombázták először. Hasonló kép, mint ahogy például a Grúziában láttuk, vagy Csecsenföldön korábban. Gyors Gondolat erejéig visszatérve Tamás nagyon szuper gondolataira. Szerintem a 2008-as grúz-orosz háború lehetett a, a törés. Tehát valószínűleg egészen addig, vagy körülbelül addig úgy érzem, hogy addig Putyin igyekezett valamelyest úgy játszani, hogy a nyugat számára is elfogadható legyen, kifogásolhatatlan lépéseket tegyen, és a grúz-orosz fegyveres konfliktus, vagy harc volt az első, amikor először kiderült, hogy hát itt lehet, hogy ez a játékos az nem, nem, fog mindig úgy játszani, mint ahogy az Brüsszelben vagy Washingtonban elmondja. Onnantól indult ez, el ez a melléklépés. És te más hogy a szankciók, Oroszország, Putyin lehet ráhatni, kapitulálás, hogy látod így a következő napok, vagy a egész sztorinak a vonalát? Putin több volt is lőtt. Egyrészt megmutatta a világnak, hogy mennyire sebezhető. Gondoljunk csak arra, hogy amikor az először fölmerült a szankciók között, hogy lekapcsolják a nemzetközi fizetési rendszerből, a SWIFT-ből, már is 30%-ot veszített a Rubel az értékéből, a dollárhoz a átfolyamából, mire a központi bank, tudjuk, ugye 20%-os kamatemelést határozott el, csak zárjában jegyzem meg, hogy képzeljük el azokat a, háztartásokat, amelyek fölvettek deviza alapú hiteleket, hogy azok mit szóltak ehhez, zárójelbe zárva. Minden esetre ez azt jelzi, hogy az orosz gazdaság mennyire sebezhető, az orosz bankokat például már is a cső szélére sodorta. Aztán lehetne folytatni, azt hiszem éppen mai hír, a brit-holland közös vállalata Shell és a British Petroleum felszámolták az oroszországi vegyesvállalatokat, és látványosan kivonultak az országból, ugye csak távozik a francia Total, láttam, hogy a, az amerikai Exxon is hasonló lépések készül. Na most ez egy nagyon komoly gyomrosa az orosz olajiparnak, amelynek nincs meg a kitermeléshez szükséges ipari bázis, a know -ja. ebben lényegében a nyugatra volt utalva. Na most ez számra mind azt jelzi, hogy Putyin egész egyszerűen ezekkel a következményekkel nem számolt. Azt gondoljátok, hogy ő hip-hop, öt nap alatt letudom, és akkor ilyen már be is fejezem ezt a inváziót? Nem annyira értek a hadvezetéshez, illetve a hadi stratégiához egyáltalán nem, de úgy néz ki számomra, ugye itt egy 150 ezeres sereget állomásoztatnak most már két-három hete a fehér orosz, illetve az orosz határnál, Ugye ez nem a teljes orosz hadsereg, ami most ott, ott bevetésre vár, és aminek most egyes nyugati szakértők szerint a felét. A guardian ott, ott volt egy olyan hír, ami szerint már 70-75%-át már bevetették eddig az első hat napban. Tehát maradjunk abban, hogy talán a felét, de eléggé úgy látszik, hogy az elején egy a hasonló akcióra gondolhattak, mint amit a Krímnél sikerült már egyszer bemutatni. Tehát gyors, nem is annyira erős fegyverzetű hadseregcsoportokat küldeni, és tényleg ez az úgynevezett blitzkrieg, tehát minél gyorsabban nagy területen álljunk helyen. És igazából, ami most egy-két napja lehet tudni, hogy egy nagyon hosszú hadosztott közelít Kijevhez, ami egész biztos, hogy egy nagyon erős tüzérségi haderő. Gondolom, hogy Putyinak is vannak hadászati célpontjai, vagy hadászati céljai, illetve vannak politikai céljai is. Nagyon úgy néz ki, hogy az egyik politikai cél az az, hogy a a jelenlegi ukrán vezetést azt elküldje a hatalomból, vagy megsemmisítse fizikailag, ami a 21. században egészen irreálisnak hat, egyszer anakronisztikus. Az első nap, amikor megindultak, akkor azért világos volt, hogy Putyin előtt két választás van, lerolni Ukrajnát, úgy, ahogy Ádám mondta, Krim példájára villámgyorsan annektálni, azokat a részeket, tehát ezt a két köztársaságot, de lehetőleg kímélni a civil lakosságot, tehát csak katonai célpontokat bombázanak, infrastruktúrákat bombázanak. Ez volt a, az A változat, vagy nagy offenzívát indítani óriási létszámú csapatokkal. Az A változat nem jött be, azt ugye látjuk, hogy Ukrajna sikeresen szállt szembe, hadserege nem dőlt össze, az emberek nem lázadtak fel Zelenszki elnök ellen, és elérték, hogy jelképesen Putyint odaültessék a tárgyalasztalhoz. Maradhatna tehát ez a B változat kihasználni kétségtelenül a létszám előnyét, mind gyalogsági, mint tűzérségi fölényét, ám ez mindkét oldalon olyan pusztításokkal járna, amit persze óvatosan jósolnék, de valószínűleg nem merne felvállalni. Oly nagymértékű még a belső tiltakozás is, hogy minél inkább előre menekül, vagyis fokozza a támadást, Ukrajna stratégilag fontos területeit, városait ellenőrzése alá vonja, annál inkább erősödni fog a háborúval szembeni tábor Oroszországban. Ennek már láttuk jelét, nem csak arra gondolok, hogy művészek, a civil társadalom fellépett, de már tudni lehet, hogy, hogy azok a bizonyos oligarchák, akik közel állnak hozzás, a hatalma, a gazdasági ereje tőle függ, bizony ők is már jelezték, hogy ezek nagyon nem jött be. Amellett sem mehetünk el, hogy Ukrajna mellett azért NATO tagállamok vannak, akár Magyarország is, Románia is, és ez elhúzódik ez az ügy. Tehát mindenkinek az lenne legjobb, hogy minél előbb tárgyalóasztalnál valami pontot rakni ennek a történetnek a végére, mert ha egy NATO országban valami rakéta, bármi repülő lezuhan, annyi minden megtörténhet egy ilyen nagyon parázsló szituáció, parázsló, hát ég, ég, ég is van ott, és, és pusztítás. Pont ma volt erre egy beszélgetésem, hogy ha valami gigszer megtörténne, és mondjuk egy NATO tagállamot véletlen támadás érne, akkor milyen forgatókönyv várható? Ez egy eléggé aggasztó forgatókönyv, de azt hiszem, hogy alapvetően a, itt egyetlen egy NATO tagország, illetve maga a NATO sem akar belekerülni ebbe a konfliktusba. Tehát nem véletlen, hogy fegyverszállítmányok szóba kerültek, és hogy valószínűleg a következő napokban, egy-két héten, remélhetőleg ameddig az ukránok tar tudják tartani magukat, elérkeznek oda. Az látszik, hogy az ukrán seregnek semmilyen tartaléka nincs. Tehát ők igazából az első naptól kezdve a teljes haderőt használják, és a legjobb egységeiket használják arra, hogy megfékezzék ezt az egyre csak erősödő orosz hullámot. A, nekik itt az idő nagyon fontos, és nem biztos, hogy nekik dolgozik akkor sem, hogyha nyugatról a fegyverszállítmányok érkeznek, illetve pénzszállítmányok érkeznek. Ugyanakkor, amiben én belegondoltam, és ami szerintem még, engem még jobban aggasztana, hogyha a Szovjetunió után ismét közös orosz-magyar határ lenne a Tiszán. Tehát ez szerintem a messze a legrosszabb felállás, ami a magyar szempontból kialakulhat. De nagyon úgy fest, hogy az ukrán vezetés próbálja abba az irányba terelni a helyzetet, hogy ne kerülhessen elő az a forgatókönyv, hogy Ukrajnát egyszerűen leradírozzák a térképről. Hát egyelőre azt látni, hogy, hogy semmiféle konfliktus, közvetlen konfliktust Oroszországgal nem akar a NATO. Ugye a Zelenszky azt kérte a nyugat, hogy deklarálják Ukrajna légterét no-fly zónának, és ezt Washington visszautasította. Hát ennyit a nyugati perspektíváról. Na most ennek az oka nyilvánvaló, tehát Washington nem akar közvetlen ütközésbe bonyolodni Oroszországgal. Moszkva kiszámítatatlan, gondoljunk csak ugye az atomfegyverzetének a beélesítésére. Tehát nem lehet tudni, hogyha ezt a bizonyos no-fly zónát érvényesítenék, akkor mi lenne Putyin következő lépése. Föltehetőleg ugye miután tényleg azt gondolom, hogy az elmállapota nem teljesen százas, egy légi csata elkerülhetetlen lenne. És biztos vehetjük, és ezt egy kicsit a délszláv, annak idején a 99-es délszláv válságra utalnék vissza, amikor a európai, amerikai közvélemény egyre jobban aggódott, ugye Koszovó volt akkor a tét. Előbb-utóbb nem csak, hogy a NATO elhatározta, hogy beavatkozik, hanem például érvényesítette a no-fly zónát. Szerbia képtelen volt a repülési tilalmal szemben föllépni, tehát ez egy komoly stratégiai veszteség volt. Kérdés, hogy ezt a konfliktust tehát a NATO felvállalná-e? Mondom, itt nagyon sok múlik azon, hogy az európai-amerikai közvélemény mennyire fogja szorítani ebbe az irányba az Egyesült Államokat elsősorban persze, mert Amerika nélkül nincs hatásos beavatkozás, fölmerült a NATO tagság. Ukrajna olyannyira tagja akar lenni a NATO-nak, hogy az alkotmányában is rögzítette, teszem hozzá, főként a magyar ellenállás miatt, különböző együttműködése, békepartneri kapcsolatok nem azon a szinten állnak, mint amit ez a a tagság iránti ambíciók diktálnának. Ez rövid távon nyilván nem lesz az asztalon, tehát nem számolok azzal, hogy amint normalizálódik a viszony valamennyire, mert nyilván azért előbb-utóbb ez a tűzszüneti tárgyalásoknak lesz majd eredményük. Nem hiszem, hogy, hogy, hogy a nyugat azonnal kitárja a kapuit Ukrajna előtt. Nem véletlen, hogy azt hiszem éppen ma vagy tegnap írta alá az elnök az Európai Uniós tagság iránti kérelmet. Furcsa, hogy a NATO nem fog beleszólni, de attól függetlenül meg európai országok fegyvereket juttatnak Ukrajnába. És itt van ez a megborult elme. Ezek a lépések azért nem feltétlen hozhatják közelebb Európát és Oroszországot. Európa és Oroszország viszonya a következő évtizedekre döntően megváltozott. Tehát mi korábban lehetett arról beszélni, hogy partnerségi viszony van, vagy, vagy, valamilyen szintű kapcsolattartás, kommunikáció, gazdasági csere. Ugye voltak vegyes vállalatok, akár autóiparban, akár a energetikai vállalatoknál. A következő egy-két évtizedben, és szerintem még Putyin után is, nem látom annak az esélyét. Tehát itt igazából egy új, új vasfüggöny van születőben, csak ez a vasfüggöny ez most egész máshol helyezkedik el, mint 1945 után, szerintem. A és itt inkább az európai értékek és demokrácia iránt bármilyen tágon értelmezzük ezt a demokrácia fogalmat. A vevő országok, illetve vannak eszer utasító inkább totalitárius rendszerek, mint, mint Fehér Oroszország vagy Oroszország. Ukrajna eddig is nagyon késélen és egy mérlegen billegő ország volt, de most lehet, hogy, hogy ez a konfliktus az eldönti, hogy az az Ukrajna, ami, ami majd lesz, mert ez nem biztos, hogy az, ami volt, területileg sem, az inkább az európai irány felé fog elbilenni. Nincs abban a helyzetben, hogy azon kívül, hogy háborúban áll Ukrajnával szemben, bármit is ezen a téren elérhessen. Az Európai Unió 500 millió euróval támogatja az ukrán fegyvervásárlást. Az a helyzet állt elő, hogy igen, a nyugat fegyverekkel támogatja Ukrajnát. A kérdés az, és hát ebben talán óvatosabban fogalmaznék, mint Ádám, szerintem nem ennyire statikus az állapot. Én el tudom képzelni azt, hogy Putyin helyzete tartatatlanná válik. Tehát lesz egy belső, akár pucs, akár békésebb módon, de el fogják távolítani a hatalomból. De hát ne szaladjunk annyira előre, persze ez egy kicsit wishful thinking. Az látszik, hogy most azért az európai vezetők a fejéhez kaptak, Szép szép, hogy eddig is szó volt arról, hogy Ukrajnának, ha nem is a közeljövőben, de a, de a távolabbi jövőben, európai perspektívát kell nyújtani. Mondom, a NATO tagság az, az tulajdonképpen masszívabb támogatása volt, mint az Európai Uniós tagságnak. Ebben most új fejlemény van, ugye nyolc ország egy levélben fordult Brüsszelhez azzal, hogy egy gyorsított eljárásban kezdjenek csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával. Ez a nyolc ország, ezek kivétel nélkül mind azok, akik 2004-ben vagy utána csatlakoztak az Európai Unióhoz, vagy a balti államok, Lengyelország, Csehország, Szlovákia és, és Bulgária. Hiszen, így van, így, van. Így, így, így jön össze a nyolc, és ehhez Magyarország is csatlakozott. De most ez egy szép gesztus, ez, ez kétségtelen, de azért azok, akik a folyamatot ismerik, hogy mit jelent egy, egy csatlakozási tárgyalásokat, hát nem csak megkezdeni, annak már nagyon komoly előkészületei vannak. Ez a szép gesztus, azt mondanám, hogy csak egy sebb tapasz, semmiképpen sem orvosolja a mai helyzetet. Ez, amit a, úgy fogalmaztak az alá a, a levél elküldői fast track eljárás, én elég közelről néztem a 90-es évek elejétől, az első bővítést, ami azt ugye 2004-ben született meg, akkor is sokat lehetett hallani, nagy viták voltak. Először csak Magyarország, Csehország és, és Lengyelország szerepelt, aztán ez úgy lassan bővült. Ez egy nagyon-nagyon lassú folyamat. Egy ilyen gyorsított eljárás, az csak valaminek a rovására történhet meg. Gondoljuk bele, az Európai Uniónak a joganyaga, ugye az Aki Kommuniter, az egy 80-90 ezer oldalas joganyag, egy olyan bázis, amit, amit nem csak, hogy át kellene vennie, nem, nem csak jogi értelemben, hanem ezeket a törvényeket, szabályzókat, ezeket nem csak el, el kell fogadni, hanem a végrehajtásra is koncentrálni kell. Ez egy fantasztikus intézményépítés vonna maga után. Ukrajnának ez nincsenek meg az alapjai, sem, sem a személy alapja, sem a mondjuk azt a hagyományt. Tehát, hogyha összehasonlítom a, a bővítés első körével, azoknak az az országban volt egy, először is már a háború előtt létezett ugye, egy, egy intézményrendszer, amit aztán a második háború után azért nem teljesen szüntettek meg. Tehát most itt, én arra gondolok, hogy volt ilyen, hogy élelmiszerbiztonsági előírások. Az Európai Unióban sok ezer ilyen előírás és norma, standard van, amit, amit be kell tartani. Tehát ez egy nagyon szép gesztus, de a következő években én, én ebből nem, nem sokat látok. Nem beszélve arról, hogy abban a pillanatban, hogy ez a mostani drámai helyzet valamiképpen megszűnik, ugye ezt nem lehet a végletekig elhúzni, valami lesz majd a mostani állapotokhoz képest ezen talán nem is érdemes spekulálni, hogy, hogy mit tudunk elképzelni, mert szerintem ember nincs, aki ezt a forgatókönyvet most lemerné játszani. Abban a pillanatban, hogy már nem lesz egy ilyen drámai erő, amelyik ebbe az irányba szorítaná az Európai Uniót, ez szépen le fog kerülni a napirendről, és majd a maga lassú, komótos módján érhet majd be az ukrán tagság felmerült, hogy Putyin után, meg a fegyverek hogyan érkeznek meg. Azt remélem, hogy minél előbb az ukránok belátják, hogy egy ekkora haderővel szemben nincs értelme ezt, ezt a kamikáze játékot játszani, mert, mert akkora ez az orosz medve, hogy nem, nem bírnak el vele de akár mi van, hogyha megtörténik az, amik merényletet követnek el Putyin ellen, pucs történik, azért van egy pár forgatókönyv. Én abban bízok, hogy minél előbb valami pontot tesznek, és mondjuk az ukránok azt mondják, hogy oké, okay, üljünk le, béketárgyás feladjuk magunkat. Ti mit remélnétek, mi lenne a legjobb forgatókönyv? Én azt gondolom, hogy Zelenszky és csapata nagyon örült annak, amikor orosz részről egyáltalán felmerült a tárgyalás ötlete. Mert ezzel igazából még egy belátható emberi veszteséggel be lehet fejezni ezt a konfliktust. Hát az ukrán haderő messze nincs sem emberanyagban, sem pedig hadi anyagban, bár nem vagyok szakértő, de mindenféleképpen az orosz haderő alatt van. És ugye azt is lehet tudni, hogy nem az orosz haderő legjobb egységei harcolnak jelenleg. Biztos, hogy az ukránok végigjátszották már, és végig már, hogy egy, egy ilyen alkupozícióban milyen lehetőségek vannak, és milyen területi veszteségeket, milyen veszteségeket hajlandóak elfogadni azért, hogy lezárják ezt a konfliktust. Az eléggé látszik, amit Tamás is mondott, azzal egyetértek, hogy, hogy nagyon nehéz úgy, pláne ilyen játékelméletben úgy játszani, és úgy az ellenfél észjárásával is gondolkodni, és megbecsülni, hogy, hogy tudod, hogy a másik ember az nem biztos, hogy teljesen racionális, hogy finoman fogalmazzak. Tehát óvatosan kell itt mozdulni, és azért az látszik, hogy az ukránok nagyon, nagyon távolról kezdték ezt az alkut, mert az első alkú, ami, ami felmerült, ugye most az első tárgyalásnál, az volt a híradások szerint, hogy ők a 2013-as állapotot szeretnék visszaállítani, tehát a Krimmel együtt, a Donbasszal együtt, a Luhanszki régióval együtt, minden legyen úgy ukrajnájé, ahogy az 2013-ban Ukrajnai volt. Ez persze ez az alkú, tehát hogy ez egy alkujáték kezdete, és ez abban az esetben, hogyha itt az egyik fél már nem a legtávolabbi, nem a, a célt fogalmazza meg, abban a pillanatban már veszít valamennyit a másik számára és szerintem ezt, ezt mindenféleképpen helyesen indította el az ukrán fél. Kérdés az, hogy, hogy a putyini vezetés erre mit lép, mert biztos, hogy ez nem egy olyan lépés következik, amit racionálisan, a logikusan ki lehet számolni. Én csak annyit szeretnék hozzátenni még, hogy a Putyinnak a negyedik elnöki ciklusa 2024-ben ér véget. Két év múlva újra elnöki választás van, amit Tamás is mondott, és amivel szerintem abszolút igaza van, hogy igazából itt egy ilyen, egy ilyen közös hatalomgyakorlás zajlik, Putin és az oligarha között, csak úgy egy nagyon fura történelmi hasonlat, mint a cári Oroszországban a cár és a bolyárok között. Igazából az oligarha elit számára megnyílik a lehetőség, hogy egy másik jelöltet tegyen oda az elnöki pozícióba. Őszintén szóval, tehát én nem mernék most semmilyen jóslatba bocsátkozni. Nem is az ukránokon múlik, hogy mik az ő követeléseik itt a béketárgyalásokon. Én azt gondolom, hogy minden nap, ami ezt a véres Konfliktust, ezt a háborút eltolja minden, minden nap, Putyinnak borzasztóan hátrányos. Tehát azért a belső elégedetlenség az nőtönnő. Ez aztán a tárgyalasztalnál ennek véleményem szerint következménye kell, hogy legyen. Hogy mibe mennek majd bele, ez a háború, de megint csak ugye józan ész elmérve, ez nem lehet Putyinnak sem érdeke. Tehát tudja, hogy az önépszerűsége megcsappan, tudja azt, hogy minden nap, amikor újabb és újabb orosz katonai áldozatok lesznek, most az ukránokról nem beszélek, azok népszerűtlené teszik otthon. Tehát neki is az az érdeke, hogy lehet, hogy minél marabb megállapodjon. Láthatóan most az a bizonyos B-változat kezdődött, tehát sokkal nagyobb az offenzíva, most már nyíltan is civil célpontokat bombáznak, ennek nyilvánvalóan nem lesz jó vége. Bennem még maradt egy gondolat, pusztán azért, hogy milyen elérhető cél látszik még az orosz hadvezetésnél. Azért vannak szállítási problémák a Krím félszigetnél, tehát ugye felépítettek egy kercsi hidat, de ennek a hídnak a szélessége, meg egyáltalán az azon átvihető árumennyiség azért korlátozott. Szerintem egyértelműen megjelent egy olyan cél is, hogy, hogy délen az Azóvi öbölnél próbálják elvágni a, a tengeri sávot, ahol jelenleg ugye még egyetlen egy nagyváros van, Mariupol, aminek egyébként egész komoly görög kisebbsége van. Nem nem látszik az, hogy inkább Kijevre koncentrálnak, harkófra koncentrálnak jelenleg az orosz haderők, illetve más városokat rakétáznak, de ez a, a cél, ez nem annyira látszik, pedig ez tűnne számomra a legracionálisabb célnak, hogy legyen egy szárazföldi kapcsolat ezzel a félszigettel. Ebben a műsorban most ennyit tudtunk belerakni, remélem hasznos és érdekes volt. Amilyen témákat érintettük, azzal kapcsolatosan linkeket be fogok rakni a videó leírásába. Ha van véleményetek, kommentbe írjátok meg. Ha érdekesnek találtátok az adást, osszátok meg ismerőseitekkel. Tamás Ádám, köszönöm szépen, hogy az estitekből tudtatok erre a műsorra időt szánni. Lehet, hogy még a jövőben foglak keresni titeket. Vigyázzatok magatokra, jó egészséget kívánok. Köszönjük szépen. Köszönöm én is. Szerbusztok. Kedves hallgatóink, sziasztok, szép napot nektek.